Tisztelet, üdvözlök mindenkit! Ugye azért kértük ezt a rendkívüli sajtótájékoztatót, mert a parlament most perceken belül fog dönteni a pedagógus béremelésről szóló törvényjavaslatról. Ez a törvényjavaslat, ez szemben azzal, amikor a bajnai kormány egyhavi bért elvett a pedagógusoktól 2009-ben, most ez a törvényjavaslat átlagban 4 havi bért juttat egy pedagógus számára pluszban, azaz átlagosan 34%-kal emelkednek szeptembertől a pedagógus bérek. Mi ezt egy fontos előrelépésnek tartjuk, és természetesen annak is örülünk, hogy ez a törvényjavaslat ez nem egész egyszerűen csak béremelésről rendelkezik, hanem ezzel párhuzamosan egy új illetmény, minősítési, illetve előrejutási rendszert is megfogalmazott a törvény. Ennek megfelelően természetesen nem minden pedagógus számára jelent ez egyforma és egyenlő mértékű béremelést. Tegnap a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának a frakcióülésén heves polémia alakult ki arról, hogy mi legyen az intézményvezetőkkel. Hiszen az intézményvezetők azok, akik mondjuk úgy, hogy a túlóra elszámolásoknak, a különféle pótlékoknak a nyertesei voltak az elmúlt években, ők lényegesen magasabb jövedelemmel rendelkeztek, mint az átlagpedagógus. Az átlagpedagógus bére alacsony, nagyon sok intézményvezetői ezzel szemben viszont meglepően magas volt. Így felmerült az az igény a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjában az oktatási kabinet részéről, hogy a törvény garantálja azt, hogy az intézményvezetők bére sem változhat, hanem legalább ugyanazt a bért meg kell kapniuk, mint eddig. Tekintettel arra, hogy ebben nem tudtunk tegnap döntésre jutni, én felhatalmazást adtam az oktatási kabinetnek arra, hogy az ezzel kapcsolatos módosító indítványokat készítsék el, és nyújtsák be a parlamentben. A frakcióvezetőként pedig a frakcióülésre hivatkozva megkértem a miniszterelnök urat, hogy a kormány rendkívüli ülésén, vagy legalábbis egy szűkkörű beszélgetésén tárgyalja meg ezt a kérdést, és foglalkozzon vele. Ez megtörtént a tegnap éjszakai órákban. A kormány megvitatta ezt a kérdéskört, és végül is arra a döntésre jutott, hogy foglalkozni fog minden intézményvezető bérével egyedi vizsgálat kapcsán, ez tehát törvénymódosítás nem szükséges. A Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja elfogadja a kormány véleményét, ennek megfelelően a pedagógus bérek emeléséről szóló törvényjavaslatot módosító indítványok nélkül változatlan formában, a kormány által benyújtott változatlan formában fogjuk elfogadni most a parlamentben. És ha megengedik, akkor kiegészítésképpen én átadnám a szót az államtitkárasszonynak. Tisztelettel köszöntöm Önöket. Kiegészítésként néhány mondatot, amely talán már nem ismeretlen Önök előtt. Ennek a béremelésnek az alapját a magyar gazdaság, a magyar emberek teremtették meg a munkájukkal, és nem hitelből fedezi a kormány, mint volt ez korábban. Továbbá a béremelés értékállóságát is biztosította a törvényben. Minden egyes pedagógus 5 számjegyű számnak megfelelő fizetésemelést kap, 30 és 80 ezer forint között. Az intézményvezetőknek, akik közül nem egyen olyan magas jövedelemmel rendelkeztek, amit ez a béremelés nem tud átvállalni, hiszen 6-700 vagy alkalmanként még 800 ezer vagy a fölötti forintos bruttó fizetést nem tudunk befagyasztani, ezért egyedi vizsgálat alá veszünk minden ilyen ügyet, és mindenféle jogos kompenzációt megadunk, ahogy a frakcióvezető mondta. Október 1-én minden pedagógus, aki pedagógiai diplomával rendelkezik és pedagógusi munkát végez, a magasabb bért tudja már hazavinni, amelynek folytatása 4 éven keresztül kormányrendeletben lesz biztosítva. Mindenkinek örömteli tanévkezdést kívánok, örömet azért, hogy a magyar társadalom végre ezt a nagyon régi adósságát törleszteni tudta, és méltóképpen meg tudja becsülni a tanár embereket és az iskolát.